Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Római Katolikus Plébánián, Gulyás Zsolt plébános úrral beszélgetünk. Tavaly már szóltunk arról nézőinknek, hogy elkezdődött a temető rendezése. Úgy tudom, hogy 2013-ban is szeretnék ezt folytatni. Igen, tehát ahogyan az elmúlt év tavaszán a Karcag TV-nek nyilatkoztam, illetve kimentünk a temetőbe, és megmutattuk, hogy mennyire nagy, kicsit talán beláthatatlan is, tehát a rendbetétel ez nagy gondot jelent számunkra, de az idéni tervek között szerepel az, hogy az ókatolikus temetőnek az első része, tehát a zsidó temetőtől az ortodox temetőig szeretnénk bekeríteni. Tehát ezt a 2013-as év első felében legalábbis ez a terv, remélem sikerül megvalósítani. Ehhez szeretném kérni majd a lakosságnak a segítségét, főleg azoknak, akiknek vannak hozzátartozóik, főleg ezen a részen. De természetesen a rendezés azt is jelenti, hogy szeretnénk az ápoltságot és a gondozottságotnak a nem csak a látszatát kell tenni, hanem amit lehet ténylegesen megtenni, mert bizony vannak olyan sírok, amelyek gondozatlanok, jelöletlenek, bedölt sírjelek is vannak, és hát természetesen ez nem csak az odalátogatóknak gond, hanem főleg a sírszomszédoknak. És tehát az a másik nagy gondunk, hogy nem nagyon tudjuk ezeknek a síroknak a hozzátartozóit, hogy egyáltalán élnek-e még, és ezért fontos rendezni ezeket a dolgokat. Tehát ezért is szeretném kérni, hogy jöjjenek be a plébániára, amennyire lehet rendezzük ezeket a dolgokat. Minden sírról igyekeztünk fényképet készíteni, ez alapján meg tudjuk keresni, még ha esetleg egy kicsit hosszabb időbe is telik. És ugyanakkor az lenne a nagy kérésem, hogy akik megváltották a sírokat, azok sírjellel lássák el, tehát ez a hozzátartozóknak a feladata, hogy tudjuk azt, hogy ki nyugszik abban a sírhelyben, és természetesen a gondozás is. A honlapunkon részletesen elolvasható az is, hogy mi az, amit a temető rendezésével kapcsolatosan kérünk, tehát hogy milyen zöld növények ültethetők, mert bizony a gondozatlan sírakon nem csak a gaz, a gyom, hanem a cserje, a bokrok, netalántán értéktelen fák is megjelennek. Tehát természetesen rendezni kívánjuk ezeket a dolgokat, de ehhez szükség van arra a bevételre, ami a temetői sírhelyeknek a újra megváltásából származik, hiszen ebből tudunk gazdálkodni, ebből tudunk bármit is tenni. Ebben kérem a megértésüket és a segítségüket is. Azt hiszem, hogy nagyon sokan örömmel tapasztalták azt is, hogy az új katolikus temetőben az a rengeteg ott rothadó műzlő bára eltűnt évvégén, tehát azt hiszem, hogy ez is egy fontos lépés volt. Így van, és hát természetesen szeretnénk a rendet fönntartani. Tőlünk telhetően igyekszünk megtenni, viszonylag kevés lehetőségünk van, tehát az anyagiak behatárolnak bennünket, de tőlünk telhetően igyekszünk megtenni mindent. És esetleg lesz a lehetőség arra, hogy ott is vannak ilyen nagy cserjék, nagy fák, tehát hogy a későbbiekben ennek a temető résznek a gondozását is elkezdenék? Természetesen igen, tehát hogy szeretnénk minden gazt eltávolítani. Azt gondolom, hogy tényleg nagy gondot jelentett, hogy éveken keresztül ott voltak a szalmabálák, amelyekben ott voltak a férgek, hál' Istennek ez már eltűnt, és hát természetesen ott is, amennyire lehet, de hát ugye nagy a terület, a kaszálása is nagy gondot jelent, de még egyszer hangsúlyozom, igyekszünk, ami tőlünk telik, azt próbáljuk majd megtenni. De kérem a hozzátartozóknak is a segítségét, hogy a sírokat a hozzátartozók vannak, jelöljék meg, jöjjenek, és a plébánián rendezzük. Legalább tudjuk azt, hogy kinek a hozzátartozója fekszik, és egy nyugszik ott, és kit keresünk, mert ahogyan korábban már említettem, a körülbelül 1900 sírhelyből 700-nak tudjuk a hozzátartozói. Tehát 1200 sírnak a hozzátartozóiról nem tudunk. És a
országos sajtókban való, vagy éppen a megyei lapban való megjelenés, pontosan ezt szeretné segíteni, hogy legalább információnk legyen, hogy tudjuk, hogy kihez fordulhatunk, kihez tartoznak ezek a sírok. Mondjuk el nézőinknek, hogy melyik az a honlap, ahol esetleg bővebben lehet informálódni. Tehát a plébániának a honlapja www.karcak.plebania.hu. Ebben a korábbi fölhívásaink is rajta vannak, a sírhelyeknek az ára, illetve hát minden olyan dolog, ami ugye a közt érdekli, az fönn van, és még akkor annyit említsek már meg, hogy fontos a hirdetésünkben, hogy névre szóló levelet nem tudunk senkinek sem küldeni, hogy egy sírhely lejárt, vagy nem. Tehát ezért kérjük a hozzátartozóknak a fölkeresését. Reméljük, hogy évvégén azért elég sokan fognak jelentkezni, és be tudunk arról számolni, hogy egyrészt sikerül a kerítést is megcsinálniuk, és sokan jelentkeznek. Igen, hát bízunk benne, de azért azt is örömmel tapasztalom, hogy a felhívásunkra többen megváltották a sírhelyeiket, és valóban vannak, akik eztnek a fontosságát érzik, és tesznek is érte. És hát még annyit, hogy itt a kerítésnek a megléte, azt gondolom, hogy nagyban hozzájárulna ahhoz, hogy ha temetőnek egy kis része is, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk folytatni, egyelőre most legyen meg ez. Tehát a vadak azok valóban nagy gondot jelentenek itt a temetőben. Ezt tudom, hogy a temetőnek egy körülbelül a negyed része lehet, de azt gondolom, hogy fontos lépés lenne, hogy meg tudjuk ezt tenni. Korábban nagyon kevés volt a fönntartói díj, amit fizettek, és ezért, hogyha aki fontosnak érzi és tud adományt szánni erre, az természetesen jó néven vesszük, de azzal, hogy megváltják a sírhelyeket, ami azt gondolom, hogy jogos, már azzal nagyon sokat tudunk előrelépni. Akkor reméljük, hogy sokan fognak jelentkezni önöknél, és egyre több síról derül, hogy kik a hozzátartozók, és hát folyamatosan tájékoztatni fogjuk nézőinket az újabb fejleményekről. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.